Na de mi van a fájdalommal? A fájdalom sok esetben enyhíthető, kiiktatható. Orvosok, ápolók is, mi mindannyian kötelesek vagyunk a másik fájdalom érzését enyhíteni, esetleg megszüntetni. Rettentesen fáj a feje. Hát kötelességem segíteni. De az emberi testben fellépő minden fájdalom, kimondva kimondhatatlanul, egyben szenvedés is. Lehet, hogy nem mondja ki, de attól szenved, hogy miért engedi meg ezt az Isten. Egyedül vagyok, elhagyott. Az állat sose szenved. Az állat csak fájdalmat érez. És a mai orvoslás nagy része átcsúszott a fájdalom kezelésébe egész addig, hogy hidegen, érzéstelen megmondja, Uram, magának egy hónapja van vissza. Ezt nem így kell mondani. Egyébként senki se tudja. Kezelik a testében levő fájdalmat, de a szenvedésével nem törődnek. Ezért kell egy új orvos nemzedék. Ezért kell, hogy a keresztény ember, meg a normális ember ott legyen minden szférájába az életnek, a politikába, a gazdaságba, és iszonyatos harcot indítani az embertelenség ellen. Nem mindig visszahúzódni. Nemes harcot indítani. Ha a haldokloknak fogják a kezét, ha ott vannak mellette, megérzi azt, hogy velem vannak. És még egy, testvéreim, ne haragudjatok meg, de mi katolikusok nagyon nagy hibát követünk el. Az a te 40 éves fiad, lányad, stb. Halálos beteg. Jaj, ne hívjuk a papot, mert akkor megijesztjük. Hát ő belül ezzel foglalkozik. Ő meg azért nem meri megmondani, mert gondol arra, hogy én meghalok. És az a legbelsőbb magányával, hogy most Isten elhagyott engem, magára hagyjátok, magára hagyjuk. Sose felejtem el nagyanyámat. Nem voltak olyan túl jóba volt, tehát összenem veszek a bátyjával. És meghallotta, hogy halálos beteg. Amikor ezt mondták, szépen neki volt öltözve a munkának, fölvette egy tiszta kötényt, elment, azt mondja, Pista bátyám. Hát, nagyon sajnálom, hogy ilyen beteg vagy. De tudod, hogy azért ez nagyon súlyos beteg. És te már régen nem gyógytál. Elhívjam az esperes urat. Hívd el, Júli. És békében halld meg. Testvérek, tessék ezt megcsinálni. Itt van a te papi szereped, hogy papot hívsz hozzá. Nem a papok dolga minden. Lehet, hogy azért van kevés pap, hogy tessék lábra állni, nem játszani a papot, hanem a te fölszentelt, a keresztségben kapott, közvetítő szerepedet töltsd be, testvér. Igen. Egyébként a gyönyörben is maguk vannak az emberek. Az egész nyugati civilizáció a másnaposság állapotában van, mert bulizott, gyönyörködött, erkölcstelenkedett, és utána kiég, és utálja az egész életet, és ebben a magányban, a másnaposságban nemhogy eszébe jutna, hogy Istenem, mi van most velem, hanem az önteli a fejét, hogy hogyan érzéstelenítse újra ezt a szörnyű magányt. Igen. Kedves testvérek, az ember, ha nem is gondolja át értelmével, de személye mélyen rettenetes fájdalmakat úgy éli meg, hogy magára van hagyatva.
nem fáj az ember csupán, hanem szenved. Pokoli magányba zuhan. De ugyanígy a szemételen gyönyörködésben is ott, de a gyönyörködés ott elfedi ezt a magányt. Ezért veszélyesebb. És ezért Isten meghagyta az embernek a szenvedést, mert az utolsó lehetősége, lehet, hogy káromkodik, de az utolsó lehetősége, hogy azt mondja, Istenem, segíts meg. Na hát ezért született. Ezért a mondatért. Istenem, segíts meg. És ő ott van. Az istentelen gyönyörködésben, amelyben pokoli magány van, de amelyet a gyönyörködés eltakar, sohasem fog Istenhez kiáltani. Pedig a magányosság puklában van, de az érzésekkel elfedi ezt a magányt. A szenvedésben nem.